Köszöntöm a Paletta magazin valamennyi nézőjét. Zene minden mennyiségben így jellemezhetem a Paletta mai kínálatát, hiszen foglalkozunk majd operával, operettel, nyáresti vigalommal és a jazzzel is. Ne menjenek sehova, már is kezdünk! Székesfehérváron is bemutatták Selmeci György Kossuth díjas zeneszerző Ősopera című darabját, ami Szent Jakab és Szent Márton történetét mutatja be egy kicsit másképp. Folytatódott a Harmonia Albensis, az Alba Regia Szimfonikus Zenekar koncertsorozata. A klasszikus zene barátait új helyszínen, a II. János Pál pápa téren fogadta az Ősoperák est. A hangversenyen Selmeci György Kossuth díjas zeneszerző rendezésében és dirigálásával mutatták be a darabot, amely visszanyúl a Szent Márton és a Szent Jakab játék, a misztérium játékok tradícióihoz és az archaikus műformákhoz egyaránt. A Harmonia Albensis sorozatunkról már elmondtam, hogy egyfelől tradicionális, hagyományos elemeket tartalmaz, de újszerű is. Hát a mai este az újszerű elem benne, de magáról az estről is el tudjuk ugyanezt mondani, hiszen régi tradíciókat elevenít fel egy új köntösbe, egy modern feldolgozásban, és önmagában egy új műfajt teremt Selmeci György, amit ősoperának nevezett el. Hogyan lehet átörökíteni Szent Márton és Szent Jakab legendáját a 21. században opera köntösbe bújtatni? Hát jelen pillanatban ebben a műben sokféle zenei elem találkozik, sokféle korszak találkozik, sokféle hagyományt elevenít fel, kezdve azzal, hogy maga az előadás egy körmenettel indul, de abban is sajátos zenék hangzanak el, sajátos népénekek hangzanak el. Ezen kívül pedig a fiatal művészgárda hoz bele egy teljesen új szint, azt gondolom, ezeknek az előadásoknak a varázsát megteremtik. Ugye kettős minőségedben vagy, hiszen a szimfonikus zenekar igazgatójaként felelőse a Harmonia Albensisnek, a másik oldalon pedig a cselló mögött is köszönhetünk. Nagyon nagy öröm számomra, így nyaranta általában lehetőségem nyílik arra, hogy játsszak a sorozat egyes előadásaiban. Így ezt a mait se tudtam kihagyni, hiszen tavaly az ősbemutatón szintén játszottam. Az ősoperában az egyéni és közösségi megszólalások váltakozása, amelyek ismerősek lehetnek a betlehemes játékokból, vagy akár a passió formarendjéből, magában hordozza a mindenkori színpadi eseménysor kialakulásának lehetőségét. A szerző kísérletet tesz arra, hogy a kortárs zene és a színház eszközeivel idézze meg a szentek olykor gyermeki, olykor mélyen filozofikus vagy drámai világát. Én azt gondolom, hogy Selmeci Györgyenek nagyon nagy mestere, hogy úgy vegyíti az oratórikus és a népi elemeket, hogy mindezzel együtt egyszerre kiválóan alkalmazható színpadra és egy teljesen érvényes színdarab jön létre gyakorlatilag, egy ilyen vásári komédia operában. A szentek életrajzának bámulatosan gazdag és dramatikus cselekménye, a helyenként igen életszerű, sőt humoros vonásai meghökkentően korszerű, kortalan zenei, színházi formanyelvet sugallnak. Jól dokumentálják azt a kölcsönös kapcsolatot, amely a középkor vallásos és piactéri teátrális műformái között létrejöttek. Nagyon nagy élmény. Percről percre értékelődik fel ennek a jelentősége. Tehát ezen a csodálatos, megújult téren a zenésztársaimmal, a kórusunkkal, a színészekkel, nagybátyámmal, tehát tényleg egy csodálatos műről van szó. Azt hiszem, hogy a történet már magában is nagyon, nagyon jelentőségteljes, és ezt a zene tökéletesen támasztja alá. Úgy gondolom, hogy itt összeforr ez a három stílus, és ez egy egészet kiadja ezt a csodálatos élményt, amit ma úgy érzem, hogy mindenki át fog élni. A darabban közreműködik Kis Diana Magdolna, Fekete Gábor, Hajdú Péter, Imre Krisztián, Jenővári Miklós, Kurusz Dániel, valamint az Ars Oratoria Kamarakórus, az Alba Regia Szimfonikus Zenekar és az In Medias Brass részfúvós kvintett. Hagyományteremtő szándékkal július utolsó hétvégéjén szervezték meg városunkba a királyi operett napokat. A háromnapos eseményre a Paletta stábja is ellátogatott.
Autentikus vacsorával kezdődött a fesztivál a Gasztróudvarban. A finom falatokhoz a horvát testvérpár Elemér Hegedűn és Péter Zongorán biztosította a talpalávalót. Az első királyi operettnapok pénteken kezdődött, amit egy éves felkészülés előzött meg. Ugye volt már két felvezető program a belvárosban az országalmánál, ahol a két alkalommal több mint 2000 ember jött ki és énekelte velünk a slágereket, illetve két dalt is tanultunk. Hát abszolút reménykedtünk abban, hogy ez a három nap, ami most előttünk áll, is hasonló sikereket fog elérni. Ez be is igazolódott, hiszen mindig eladásunk Pótszékes Teltház lesz. Ez a kezdeményezés ugye új, mégis mi volt az elgondolás, mi volt az iklet a mögött, hogy egy ilyen a Fehérvár művészeteit egy ilyen gálával népszerűsítsék és szélesítsék ennek a körét? Tavaly egy másik városban már, mint művészeti vezető dolgoztam egy ilyen hasonló rendezvényen, egy operettfesztiválon, és tavaly, amikor itt játszottunk Fekete egy száraz réten, Szigli István úr megkérdezte tőlem, hogy mit szólnék hozzá, hogyha Székesfehérváron is rendeznénk valami hasonlót. Tehát tulajdonképpen ez tavaly nyáron megszületett ez a döntés, egy évet készültünk rá, mire elérkeztünk a mai naphoz. Azt tapasztaljuk Istvánnal, hogy Fehérváron nagyon szeretik az operettet, ezt a műfajt, kimeríthetetlen, úgyhogy ezért próbáltuk három napban most összesűríteni, és aki nagyon szereti ezt a műfajt, szerintem a kedvére talál majd megfelelő adást. A Királyi Operett Gála című előadás egy igazán különlegesség lesz, ami erre az alkalomra készült. Ebből egy kis ízelítőt kaphatunk, mégis mit fogunk látni? Természetesen ez a gála ez ide készült erre a Székesfehérvári Fesztiválra, és sehol nem láthatta még a kedves közönség. Én szerkesztettem és rendeztem, természetesen a legnagyobb slágerek kaptak helyet ebben a gálában, a Déli Bábos Hortobágyon, a Simi, az Emlékszel, még és sorolhatnám tovább hosszan, hogy milyen dalok fognak felcsendülni. A háromnapos programsorozat igazi élménycsokorként hatott, az operett előadásokat ráhangoló és levezető programok kísérték. Az előadások sora a Királyi Operett Gálával debütált, melyet Keller János írt és rendezett külön erre az alkalomra. Ő maga is több ízben színpadra lépett partnerével, Váradi Eszter Sárával. Nagyon boldog vagyok, hogy részese lehetek egy ilyen új eseménynek, ez mindig nagyon izgalmas, amikor valami új van születőben. Mit szól ez a kezdeményezéshez, hogy már itt hagyományteremtő szándékkal egy ilyen operett napok indul meg, és egy kicsit kiviszi a színház teréből a szabadtér ezt az operett műfaját? Szabadtér ez mindig nagyon jó helyszíne a könnyed műfajnak, tehát nem véletlen ilyen rettenetes nagy a kultúrája és a népszerűsége a nyári színháznak Magyarországon, mert egy ilyen csillagos este, egy kellemes, ugye a hőmérséklet most még rettenetesen magas, de reméljük, hogy estére már egy kicsit csillapszik, és egy ilyen kellemes nyár este, a gyönyörű muzsika, egy jó kedélyű történet akár, tehát ha egy vígjátékról van szó. Tehát egy nyári színház az biztos, hogy siker, hogyha csak nagyon mellé nem fog az embert, mert szerintem az emberek nagyon szívesen töltik így a szabadban az estéjüket, úgyhogy ha jó, egy minőségi kikapcsolódást kaphatnak közben. Úgyhogy ez mindenképpen jó tér, és hát itt vagyunk ezen a gyönyörű új színpadon, ami tényleg most már kiépült, és ugye már a Bormámon szerelmet játsszuk itt évek óta, ami hát hála Istennek idén is nagy sikerrel ment. Én azt mondom, hogy ez csak jó dolog tud lenni, amikor az emberek valami olyasmit kapnak, tehát a Lehár, Ferenc, Jakobi, Kálmán Imre muzsikája, hát mi kell ennél több, itt látvány is társul majd hozzá, tehát gyönyörű ruhák, táncosok, én azt hiszem, hogy minden együtt van ahhoz, hogy jól érezzük magukat. Vasárnap Jakobi Viktor Szibill operettje zárta a színpadi előadások sorát. A borús idő ellenére az érdeklődés és a hangulat töretlen volt. A felvezetővel együtt az előadásokat is hozzávéve közel 15 ezer embert érintett. Megítélésünk szerint ez abból is ered, hogy 10-valahány ezeren megnézték a felvezető anyagot a közösségi oldalakon is. Rengetegen jeleztek vissza. Egyértelműen látszik az az igény, hogy Fehérváron legyen operett. Igenis, ki kell azokat az igényeket is elégíteni, amire nagyon sok ember vágyik.
többek között ilyen az operett, látszik a megjelenéskor, a részvételből, a pótszékezésből, és sorolhatnám mindezt, hogy milyen sokan vannak, akik ezt a műfajt nagyon szeretik. Mi ennek próbáltunk a Keller Janival közösen megfelelni, hisz tavaly már nekiláttunk az előkészületeknek, és a, hát mondhatom azt, hogy az álmunk megvalósult. A közönség mind a résztvevők számát, mind pedig a hangulatot illetően alátámasztotta a szervezők és fellépők állítását. Operettre igény van Székesfehérváron. Buk Tibor, Szabó Noémi és Kovács Szilárd lépett a színpadra az Öreghegyi Közösségi Házban a nyáresti vigalom keretében. Esztendőre az Öreghegyi Közösségi Ház vendégeként Buk Tibor nyáresti koncerttel csábítja a könnyed muzsika kedvelőit a Fanta Villába. Nem történt másként idén sem, azzal a különbséggel, hogy a sármos közönség kedvenc új csapattal, Szabó Noémivel és Kovács Szilárddal, a Fővárosi Operett Színház két nagyszerű művészével varázsolt el a nagy érdeműt a horvát fivérek kíséretében. Szerelmes vagyok a közönségben. Talán ez az egésznek a titka, ez az együtt mozgás, együtt lélegzés. Hogyha ők szeretnek engem, én szeretem őket, akkor nagyjából tudjuk, hogy mit akar a másik. Úgy ráérzünk egymásra, és akkor megpróbáljuk ezek mentén végigjátszani a kis esténket. Szabó Noémi az elbűvölő szívhez szóló musical részletek mellett olyan vérbő operett dallamokat választott repertoáriába, amelyek elkalózolták a muzsika kedvelőket egy cseppet sem köznapi világba. Alapvetően a zene szeretete, ugye ez mindenkiben benne van, tehát mindenki nagyon szeret, főleg nyáron a szabadban kis hangulatos, dinamikus, táncos, pörgős számokat hallgatni, és én azt gondolom, hogy az operett és a musical erre pontosan alkalmas. Ugye főként operett és musical számokat fogunk énekelni, hallhatnak a nézők majd tőlünk, és én nagyon szeretem magát a zenét is, magát azt, hogy lehet énekelni, átadni a közönségnek ezt a műfajt és ezt a szeretetet, ami bennünk van. Üss, kicsi lány, idesüss, amit én szavalok, az egy tiszta dolog. Nézd csak rám, ilyen férfi babám, dehogy is terem citromfán. Ilyen férfiak roppant ritkán, vagy esetleg ilyen több nincs. Aki tudja, ez épp egy nevű élet titkát, megbecsülendő nincs.
A trió harmadik tagja Kovács Szilárd is bizonyította, miért is kihagyhatatlan a fővárosi operettszínház darabjaiból, meg annyi nagyívű musical és operett főszerep után az Öreghegyen is szárnyalt. Kiváló zenék vannak megírva, nekünk nincs más dolgunk, mint elénekelni őket. Persze félretéve a viccet, azért ezt el is kell tudni énekelni, elő is kell tudni adni. Remélem, hogy ez nekünk estéről estére sikerül. Igazából sokkal könnyebb úgy ezeket a dalokat elénekelni, előadni, hogy az ember szinte szerelmes beléjük. Úgyhogy én mindenképp azt mondom, hogy nagyon jó a színpadon állni és énekelni, de azt hiszem és azt remélem, hogy legalább olyan jó lent ülni a sorokban nézőként és hallgatni ezeket a dalokat. Horváth Péter és Horváth Elemér a két virtuóz muzsikus számára igazi jutalomjáték volt az este a Fanta Villában. Nagyon csodálatos egyébként ezen a tájon, ezen a helyszínen eladni újabb és újabb musicaleket, illetve operetteket. Ugye minden évben vendégművészeket hívunk a Tibivel együtt, és óriási hangulatot teremt ez a Fanta Villa itt nekünk. Igen, nagyon örülünk ennek a felkérésnek mindig, amikor szól nekünk a Tibi, hogy ismét lesz egy nyáresti vigadalom, úgyhogy nagyon jó a közönség, tényleg vannak nagyon sok ismerős arcok már, sok-sok ismerős, sok rajongó itt van, úgyhogy nagyon várjuk ezt az estét. Öreghegyi közösségi ász kertjét zsúfolásig megtöltő közönség nem csalódhatott. A könnyed elegancia két apostola és a gyönyörűséges ifjú hölgy igazi nyáresti szórakozást nyújtott mindenkinek. Csütörtöktől a Jazzy lesz a főszerep Székesfehérváron, hiszen elstartol az Alba Régia Fest, amelynek keretében 12 koncertre várják majd az érdeklődőket 3 napon keresztül. A helyszín ezúttal változik, hiszen a Zicsi Ligetben lesz majd a két koncert helyszín kialakítva. A 2014-ben újraindult és ezzel folytatódott is az Alba Régia Festtel a jazzvarázs, ami már a 60-as években is Székesfehérvárra vonzotta a műfaj kedvelőit. Egyfajta kultúrmissziót tűztünk a zászlónkra, tudomásul véve jelen állapotot, hogy a jazz az nem egy tömegműfaj, tehát nem mondhatni azt, hogy az összes ember jazzrajongó, viszont szerettük volna az igényes zenét, az igényes élőzenét visszavezetni a közönséghez, és megmutatni azt, hogy a jazztől nem kell hanyat homlok menekülni, hanem a jazzre igenis lehet táncolni, a jazz azt lehet hallgatni élvezetesen egy-egy pohár bor mellett, vagy egy finom étel mellett. A jazznek egy kicsivel több mint 100 éves történelme van, amit tükröz a műsor paletta is. A swing korszakkal kezdenek, de a rockosabb vagy éppen világzenei alapú vonal is képviselteti magát. A metszet az maga az improvizáció, ami a jazz legfontosabb jellemzője. Az idei fesztiválon kiemelt jelentőségű az, hogy a fiataloknak is bemutatkozási lehetőséget teremtsenek. Azt gondolom, hogy mindig fontos a fiatal utánpótlás, mindig fontos, hogy ők is tudjanak játszani fesztiválon, és ne csak a 10 fős klubokban, meg a 10 négyzetméteres klubokban, hanem ilyen helyeken is. Összesen 12 ingyenes koncert várja majd a fesztiválra érkezőket. A programok 2 koncert helyszínen zajlanak a Zicsi Ligetben. Pénteken Vörös Janka ízítja be a nagy színpadot, és ugyanitt mutatkozik majd be a Mörk. Felép majd Török Ádám, aki a Mini Acoustic World zenekarával érkezik Székesfehérvárra, de a magyar jazz élet legendás alakja, az idén 80 éves Dezső Csaba egy ünnepi koncerttel készül az Alba Festre szombaton. Köszönöm, hogy velünk tartottak egy hét múlva. Kedden 19 óra 45 perctől számítok a figyelmükre majd itt a Fehérvár televízióban. Viszontlátásra!